A távoli, illetve középtávoli dobásokban azok eredményességében a korábbi hetekhez képest tapasztalható visszaesés, no és a zalaegerszegi TE csapatának fokozatos javulása, ezen belül a védekezésben való előrelépése következtében bizony meg kellett dolgoznia az újabb hazai győzelemért az ASE csapatának a tavalyi év utolsó hazai fellépésén. Csak a záró 10 percben érvényesült a paksiak papíron mindenképpen meglévő játékerőbeli fölénye. Az amerikai kisemberek Shepard, Baker, Coopers ekkor kapták el igazándiból a fonalat, és a padról érkező Kovács Ákos, valamint a Lorán Péter kiválása miatt magára maradt center Elinszel János nem csak eredményes volt a befejezéseknél, hanem területet nyitott az éppen pályán lévő amerikai triónak az újabb pontok szerzéséhez. A negyedik negyedben igazi arcát mutatta, már igazi arcát mutatta meg az ASE, újra ellépett ellenfelétől, és különösebb végjátékbeli izgalmak nélkül 83-75-re nyert, amivel továbbra is hibátlan hazai pályán, vagyis 8 meccs, 8 győzelem. Továbbra is versenyben van, ezáltal is, az alapszakaszban a legjobb négybe kerülésért. Sokkal jobban játszottak, mint amikor legutóbb találkoztunk Zalaegerszegen, sokkal keményebben és összeszedettebben. Igazából a harmadik negyedben kicsit leblokkoltunk az elején, ott az Zalaegerszeg át is tudta venni a vezetést, utána nagy nehezen sikerült fordítanunk, sajnos nem úgy játszhatunk támadásba, hogy kellett volna, védekezésben is azért voltak hibáink, de szerencsére meg tudtuk nyerni a mérkőzést, és azért észnél tudtunk lenni. Henrik Robert, az ETE edzője szerint az utolsó 10 perce csapata mentálisan elfáradt, ezért nem tudott nyerni. Nem folyt úgy a játékunk, és ez mondjuk a Paks védekezését is dicséri. Nem tudtuk olyan gördülékenyen játszani a támadó játékainkat, mint eddig az elmúlt pár mérkőzésen. És, mert a védekezésben azt mondom, hogy igen sok energiát mozgósítottunk, és eléggé jól is védekeztünk a mérkőzés egyes szakaszaiban főleg. De a támadásunk az majdnem végig döcögött. Branislav Djunic értelemszerűen csak az utolsó 10 perccel volt elégedett, nem talál magyarázatot az azt megelőző játékra, különösen a gyenge dobó teljesítményre. Ritmustalanul játszottunk majdnem az egész meccsen, de egy olyan meccs a lényeg az, hogy tudtunk nyerni, és azért jár gratulációt a fiúknak, és természetesen az ellenfelnek, aki máma megmutatta, hogy akár győzelmi esélyük el is jöttek ide. Televíziónk azon kérdésére, mi kell ahhoz az ő részükről, hogy a folytatásban a Szolnok, a Körmend, a Falkó, az Albakomp ellen tudjon rangadókat nyerni a paksi csapat, a szakvezető több tényezőben való javulást említett. Mindenek előtt azt, hogy csapata 34 éves rutinos, jelleg sérült magas emberének, Lorán Péternek mindenképpen ott kell lennie a pályán, mert mint mondta, ő számít nem csak a pályán, nem csak a palánk alatt, hanem az öltözőben is jelenlegi keretben vezéregyéniségnek. Mindenben jobbnak kell lenni. Egy szervezettség a támadásban és a védekezésben, hogy meg kell tudni. Szóval nem tudunk csak az ösztönből játszani. Tegyük hozzá gyorsan, ez az ösztönösség, az improvizáció alapvetően jól működik, repíti, viszi előre az ASE csapatát. Most semmi gond ezzel. Én szerintem a másik oldalon a csapat mutatja ezt a, hogy mondom ki, ezt a győztes mentalitást szerintem, de ugye szeretünk jobban játszani, ez biztos. Ha az ösztönösség, nevezzük tehetségnek, még jobban találkozik a tudatossággal, kiépülnek a páros kapcsolatok a játékosok között, amit eddig a járvány okozta kiesések hátráltatnak, a közönség szórakoztató játékot egyébként is bemutató ASE, a Körmend ellen is esélyes lehet győzelemre a közelgő nagy rangadón, pláne hazai pályán.